Érezted már azt, hogy nagy lelkesedéssel elindítasz valamit, elkezdesz valamit, és egy ponton megtorpansz, elmegy a lelkesedésed? Ennek a pontnak az átlépéséhez adok ma neked gyakorlatokat. Szia! Ez a Napfényes Gyógyközpont YouTube csatornája, és ma a teljesítményküszöböd átlépéséhez adok neked gyakorlatokat. A legtöbben eldöntjük, hogy életmódot változtatunk, elkezdünk mozogni, elkezdünk sportolni, megváltoztatjuk az életvitelünket, különböző motivációink vannak erre, van, aki fittebb akar lenni, van, aki le akar fogyni, van, aki csak jobban szeretné érezni magát a saját bőrében. De amikor elkezdünk egy mozgásformát kialakítani, mondjuk elkezdek járni futni, vagy elkezdek járni egy konditerembe, van az a pont, ahol még a testem nem bírja el azt a terhelést, amire szükség van a továbblendüléshez. De ez nem csak egy fizikai akadály, hanem ez egy pszichés akadály is, ugyanis a tudatomat is tovább kell emelni, meg kell emelni ahhoz, hogy a sportolást, a mozgást, az életvitel, életmódváltoztatást tovább tudjam vinni az életemben. Nem csak azért szeretnék beszélni nektek a mozgásról, mert fittebbé és egészségesebbé tudjuk tenni az életünket vele, hanem azért is, mert a mozgás maga egy nagyon jó stresszoldó módszer. Nem csak azok a stresszoldó gyakorlatok léteznek, amikben az előző videóimban már beszéltem nektek, hanem maga a mozgás által, a sportolás által endorfin szabadul fel, stresszhormonok távoznak a testünkből, rugalmasabbá válik az izomzatunk, a testünk, javul a légzésünk, rendeződik a pulzusunk, a vérnyomásunk. Ugyanakkor, ha nem sikerül átlépni ezeken a fizikai és pszichés mentális akadályokon, akkor abba fogjuk hagyni a sportolást, és mindezektől az előnyöktől elesünk. Úgyhogy szeretnék mutatni nektek pár olyan gyakorlatot, amit a TFA kineziológia rendszeréből hoztam nektek, ami egy nagyon elismert módszer Nyugat-Európában, nem csak az egészség megóvására, vagy az egészség javítására alkalmas ez a módszer, hanem például az élsportolók, vagy normál, akár amatőr sportolók is használják ezeket a módszereket, ezt a technikát, és én magam is dolgoztam több sportolóval, az élvonalból is, vagy amatőr sportolókkal is. Fontos tudnunk, hogy a testünk hozzá van szokva egy bizonyos fajta terheléshez, de nem csak a testünk, hanem az elménk is, a mentális részünk is egy bizonyos fajta terheléshez van hozzászokva, és amikor ezt a terhelési pontot én át akarom lépni, túl akarok rajta jutni, akkor az egy extra erőfeszítést kér, egy olyan tudatos döntést, hogy én innen most tovább fogok menni. Tehát ez nem az ösztönvilágomból fakad, már nem a lelkesedésemből, hanem egy én erőt kér, egy tudatos döntést kér, hogy én ezen a ponton túljussak. És azon a ponton, hogyha nem megyek át, akkor bizony vissza fogok kullogni az otthoni kanapémra, és tovább folytatom egy ponton a mindennapjaimat. Három olyan gyakorlatot hoztam nektek, ami nem csak abban segít, hogy ezeken a küszöbpontokon az ember könnyebben átlépjen, hanem abban is segít, hogyha már az ember aktívan sportol, akkor könnyebbé tegye a mozgását, hatékonyabbá tegye a mozgását, és jobban élvezze azt a mozgást, amit csinál. Az első gyakorlat, amit hozok, az a légzés segíti. Ugye levegő nélkül megáll az élet, szükségünk van arra, hogy jól tudjunk lélegezni, a tüdőkapacitásunkat jól tudjuk hasznosítani, és ez a mai világ, ez nem annyira abban segít, hogy a tüdő, a légzésünk jól tudjon működni. Be vagyunk szorítva, általában egy helyben ülünk, olyan kicsit úgy szoktam megfogalmazni, mintha egy fűző lenne rajtunk, a mai ember fűzője, az a négy fal, a számítógép, az a világ, amiben élünk, nem tudunk rendesen, mélyen, egészségesen levegőt venni. Ezzel a gyakorlattal tudjuk növelni a tüdőkapacitásunkat, tudjuk növelni a légzésünknek a felszabadultságát, sokkal több oxigén tud áramolni a tüdőnkbe általa. Ezzel a gyakorlattal a rekeszizom működését tudjuk megerősíteni és energetizálni. Ez nem kell más tennünk, mint a teljes szedcsontot középen végig masszírozni. Egy jó fél perc, egy percen keresztül egy középerős masszázssal. Majd ha ezzel megvagyunk, akkor a szedcsont két oldalán is végig masszírozzuk az izomzatot a bordák között, ezt mindenki fogja magának érezni, kis lyukacskákat fogtok érezni, ami a csontok között van.
Ezzel a gyakorlattal erősítjük, segítjük a légzésünket, a légzésünk kapacitását és a rekeszizom működését. A térdünknek nagyon fontos szerepe van a mozgásban, bármilyen mozgásformát is végzünk, és hogyha ezek az izmok nem megfelelően működnek, vagy meggyengülnek, akkor hosszú távon a térdszallagokra sincsen jó hatással, meggyengülhetnek, akár meg is sérülhetnek. Ezzel a gyakorlattal nagyon jól meg tudjuk erősíteni a combizomzatunkat, illetve stabilizálni tudjuk a térdünket. Ehhez a gyakorlathoz mindenki megkeresi a saját borda ívét, és jó alaposan átdörgölöd a borda ívet föntről lefelé, illetve lentről fölfelé, legalább egy fél perc, egy percen keresztül, és ezzel fogod tudni aktivizálni a combizmoknak a működését. Stimulálni tudjuk az izmokat, illetve stabilizálni fogja a térdet. A harmadik gyakorlat a vérkeringésünket és a pulzusunkat fogja segíteni. A pulzusunk mindig hamar megnő, amikor elkezdünk egy új mozgásformát, vagy elkezdünk sportolni, főleg amíg az ember nincsen hozzászokva a terheléshez. Viszont ha fölmegy hamar a pulzusunk, akkor a légzésünk kapkodóvá válik, és sokkal hamarabb elfáradunk, mint amikor már hozzá vagyunk szokva a terheléshez. A kulcsont alatt körülbelül egy két ujnyival a szedcsont mellett elkezdjük masszírozni magunkat. És egy fél perc, egy percen keresztül masszírozzuk ezt a két pontot. Ez a szívnek a stabilizáló pontja, és nagyban fogja elősegíteni azt, hogy a keringési rendszeretek jobban működjön. Amint látod, ez a három gyakorlat mindössze 5 percet vesz igénybe. Javaslom, hogy minden edzés előtt csináld meg, de egyébként a nap bármelyik szakaszában is megcsinálhatod, és kérlek, írd meg a tapasztalataidat, hogy hogyan sikerült. Jó mozgást kívánok, jó edzést kívánok. Sziasztok! Ha tetszett a videó, iratkozz fel YouTube csatornánkra, lájkold, oszd meg ismerőseiddel, barátaiddal, és írd meg kérdéseidet, tapasztalataidat, hogy lássuk, miről szeretnél tőlünk hallani. Weboldalunkon is találsz rengeteg hasznos információt az egészség megőrzéséről. Várunk szeretettel a Napfényes Gyógyközpontban!